Sütonán Dorné vagyok, Körösi Erzsébet, Tengericen születtem 55. november 5-én. Nagyszüleim, szüleim egyszerű falusi emberek voltak, akik viszont nagyon-nagyon gyönyörű, szép gyerekkort biztosítottak nekem és bátyámnak is. Iskolai éveimet általánosban Tengericen végeztem, majd Szekszárdon folytattam a Garai Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolába. 74-ben végeztem, mint gondozó és asszisztens. Gyakorlatilag onnantól kezdve gyerekekkel foglalkoztam elég hosszú ideig. ...1997-ben kezdtem a Mérei utcában, itt Szekszárdon, a Megyejogováros Szociális Központjában. Gyakorlatilag idős gondozásban, ugye elkezdtem idősek klubjában, majd úgy alakult, hogy átkerültem a Kismérejébe. Ott indult egy kis otthon, plusz az idősek klubja működése tovább folytatódott, és 2005-ben kerültem fel a Nagymérejébe, az otthonba, mint mentálhigiénés munkatárs. Azóta majd 2 évtized ugye elmúlt már, hogy itt dolgozom. Valóban azt éreztem, hogy megérkeztem. Helyen vagyok, nagyon-nagyon sok segítséget kaptam nyilván az intézményvezetőtől és a kollégáktól. Azt gondolom, hogy ezt máshogy nem is lehet csinálni, mint egymás segítve. De ugye a fő feladatom nekem a mentálhigiéné területén a segítés. Mindenképpen, ugye elkezdődik akkor, mikor bekerül egy kérelem az otthonba, akkor mindenkihez kimegyünk, személyesen meglátogatjuk. Nagyon nehéz döntések ezek az idősek részéről, nagyon nagy támogatást igényelnek, és folytatódik a beköltözéssel, amikor valóban fogadjuk őket. Csak egymás segítve, kollégákkal, mert ez csapatmunka. Tehát egyedül ezt biztos, hogy nem lehetne csinálni. Kapunk a lakóinktól olyan dolgokat is, amit nem tudnék megfogalmazni így szavakba, az itt belül van, és cipeljük, és elraktározzuk.